Itt, ebben a London melletti filmstúdióban már javában dolgoznak a 6. Harry Potter filmen. Kifaggattuk kicsit az alkotókat, milyen érdekességek várhatók az új moziban. Na és mivel töltik a színészek a szabadidejüket a forgatási szünetekben? Sirius! Mit keresel itt? Válaszolok a leveledre. Mivel a Harry Potter filmek főszereplői, nagyrészt gyerekek, a mozi producerei nagyon jó kis helyeket varázsoltak nekik a stúdióban és annak környékén. What are you doing when... Mesélj, mivel töltitek a szabadidőtöket a forgatás alatt, ha éppen nem vagytok jelenetben? Imádom az öltözőszobám, nagyon klassz dolgok vannak ott, videójáték, biliárd, asztali tenisz, úgyhogy elég sok időt töltünk ott. Főleg Daniellel szoktunk asztali teniszezni. A forgatás fáradalmait egyébként még sportolással vagy biciklizéssel is levezethetik a szereplők. A kerékpárok pedig nem csak szórakoztatóak, hanem hasznosak is. A stúdió mérete ugyanis olyan hatalmas, hogy gyalog szinte lehetetlen közlekedni. A sok játék persze mit sem érne, ha a szereplő srácok nem lennének jó barátok az életben is. A három kis varázsló muskétás ugyanis nem csak a filmvásznon jön jól ki egymással. We have a good friendship. I think it would have been jóban vagyunk. Elég magányos lenne a munka, ha nem jönnénk ki egymással. Forgatási szünetben megbeszéljük a dolgainkat, asztali teniszezünk, és ez igazán klassz. Na jó, a világhírű gyerekek élete a stúdióban azért nem csak móka és kacagás. Most forgatják éppen a 6. mozit a London melletti stúdióban. És hogy mi várható az új filmben? Harry karaktere nagy változáson megy át az 5.-ről a 6. filmre. Az 5.-ben ugyanis még retteg a főgonosszal, Voldemorttal való találkozástól. Tudja, hogy meg fog történni, de nem tudja, hogyan harcoljon ellene. A 6. részben viszont már egy jól kidolgozott tervel néz az összecsapás elé. De térjünk egy kicsit még vissza az 5. epizódra, ami hamarosan világszerte egy extrákkal teletűzdelt DVD-n is megjelenik majd. Szóval ezen a DVD-n bepillanthatunk a kulisszák mögé is. Világító varázspálca, távirányítású kaktusz, van itt minden, mi Sam Sainak digitális ingere. Itt készülnek például a díszletek apró makettjei, ahol a rendező kicsiben lepróbálhatja és megálmodhatja a jeleneteket. És szintén itt a stúdió területén születnek meg ezek a fantasztikus lények, amiket később egy speciális szerkezettel beszkennelnek, majd a számítógépen folytatódik a munka. Na de vissza a mostani forgatáshoz. A stáb alig pár hete kezdett el újra Roxford díszleteiben dolgozni. A munka mellett azonban a legfontosabb beszédtéma most J.K. Rowling nemrég tett bejelentése. Az írónő ugyanis felfedte, hogy a filmbéli varázslóiskola igazgatója, Dumbledore karaktere homoszexuális a történetben. A rajongók világszerte meglepődtek ezen a furcsa fordulaton. Stábunk erről persze rögtön kifagadta a film rendezőjét. Vajon mit szólnak ők a dologhoz? Szerintem ez klassz dolog. Először nagyon meglepett, amikor J.K. Rowling bejelentette. Aztán azt mondtam, ez klassz. Miért is ne? Ez nem változtat a karakteren. Dumbledore egy erőteljes, bölcs, szellemes és nagylelkű valaki, aki hát homoszexuális. Ez egy olyan dolog, ami része a személyiségének. A pletykák szerint egyébként a bejelentés óta az egész stáb ezzel cukolja, az egyébként heteroszexuális Michael Gambot, aki Dumbledore-t alakítja a filmben. Homoszexuális karakter ide, vagy homoszexuális karakter oda, a Harry Potter láz tovább folytatódik. Az írónő pedig nem fél a szülők kiábrándultságától. Becslések szerint a filmsorozat befejező 7. mozija után az összbevétel elérheti majd a 10 milliárd dollárt. Az alkotóknak tehát marad a rengeteg pénz, nekünk pedig az izgalom, vajon mi lesz majd az utolsó 2 mozifilmben. Have you got any... Üzensz valamit a magyar rajongóknak? Igen, nagyon remélem, hogy tetszik majd nektek az 5. rész DVD változata, és a 6. mozi is, ha megérkezik hozzátok Magyarországra. A 6. részre még várni kell, addig vigasztalódhatnak a rajongók az 5-kel, illetve hát az első 5-tel. Most pedig nézzük, mi lesz a holnapi favoritban.